Három könyv van itt előttem, ebből kettőt már tetszenek ismerni. Körülbelül fél évvel ezelőtt már beszélgettem egyszer Metz Róberttel, aki a könyvek szerzői. És hát igazából ugye nem szoktunk mi könyveket így speciálisan bemutatni itt a Pécs TV sportműsorában, de én azt gondolom, hogy ezek a könyvek maradandó értékek, mégpedig olyan sport értéket jelentenek, ami talán érdemessé teszi arra, hogy akár a könyvesportra is kerüljön. Szervusz, Robi. Hát ez a bevezetőm, ez azt hiszem talán ült is, ha úgy gondolod te is, akkor mondd el. Szóval megvan a harmadik, ugye? Az a cím, hogy hajrá Pécs. Arról már be, ez kevesebb hírveréssel jött most ki. Hát a másik kettőnél én nagyobb hírverést éreztem, de hát biztos megvan ennek az oka, majd elmondod, hogy miért. Igen, ugye hát erre azt tudom mondani, amit te most mondtál, hogy amihez képest szokták tőlem tréfásan kérdezni, hogy hogy vagy mindig. Hát mondom, kiválóan. Na mihez képest? Hát a vasedényhez képest vagyok kiváló. Tehát a helyzet az ugye, hogy most az előző két kötetnek a hírverése meg e között volt-e érdemleges különbség az egyik vagy a másik javára. Ezt nem tudom mondani. Én viszont itt szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített abban, hogy erről a könyvről egyáltalán az emberek tudomást szerezzenek. Azt mondjuk el, hogy ez kereskedelmi forgalomban nem igazából kapható, és hát azért is bátorkodom én is talán bemutatni. Én megmondom őszintén, ezt az első két kötetet azt jó alaposan átnéztem, ezt a harmadikat nem igazából, tehát átlapoztam, tudom, hogy van benne Garami Jóskáról, Sztojkovics Éváról, stb. Milyen szempontok szerint szerkesztetted? Van-e valami, hát nem tudom másként kérdezni, logikai rend a három kötet között? Igen. Hát a logikai rend az, hogy ebben a bordó borítású első kötetben, ugye az 55-től, sőt 1952-től, amikor a PVSK NB1-ben szerepelt, és én már láthattam, mert a Vasút előbbe is szerepelt, de hát akkor még olyan kicsi voltam, hogy nem járhattam mérkőzésekre. Tehát 52-től kezdődően labdarúgás, 55-től a Pécsi Dózsának az első nagy korszaka, és ott a labdarúgás 76-tal fejeződik be a PEAC főiskolai bajnokságával. Ez a második kötet, amelyet most tartasz a kezedben, ez 78-as dátummal kezdődik. A címlapon, a borítólapon lehet is látni jelenetet arról az érdekes mérkőzésről, amelyet a Pécsi Dózsa Ferencvárossal vívott a Magyar Kupa döntőjében 78-ban, és a harmadik kötetben viszont a pécsi labdarúgás legszebb időszaka, a Garami féle időszak, amelynek a csúcsa egyfelől a 86-os ezüstéren volt, másfelől pedig a Magyar Kupa kétszer is, Magyar Kupában való kétszeri szereplés, egyszer egy második helyen, egyszer pedig a kupa győzelemmel. A sorrend fontos a sportágak, tehát úgy csináltad, hogy voltak jegyzetei, tudom, hogy nagyon sokat jegyzeteltél, ezt ugye 30 arány éve ismerjük egymást, ezt tudom, szinte összeállításoktól kezdve eredményeket, mindent, újságkivágások, egyebek, tehát hogy, szóval, hogy magadba ezt hogyan rendezted, vagy egyáltalán mennyit dolgoztál ezekkel a könyvekkel? Hát rengeteget. Ez elképesztő sok. És ugye most vannak az utómunkálatok, hogyha látnátok azt a több mázsányi papírt, amelyet most úgymond azt alfa parancsba... Kérdezni, lesz-e folytatás? De később akartam. Hát az a nagy helyzet, ugye, hogy mostanában takarékoskodnak az idővel, és a tanári pályafutásom kezdetén még sok-sok értekezlet volt, tanévzáró értekezlet, aztán tanévnyitó, aztán egy bizonyos idő után már úgy rendelkeztek, igen, a vezetők, hogy lezárták az előző tanévet, akkor, amikor a másodikat már meg lehetett nyitni. Tehát én is most úgy vagyok, hogy az utómunkálatokat kell végeznem, el kell tüntetnem minden olyan, úgymond jegyzetet, több mint 6000 oldal csak, amit dolgoztam, amit írtam. Na de hát ez több, ugye, mert föl is kellett készülni rá, aztán a számítógépről lejövő változatnak a különböző a papíranyaga, dokumentumanyaga, tehát ez több mázsa, és úgymond
alfa parancsba kaptam, hogy a munkahelyemet ha nagyon szépen rakjam rendbe, mert azért ott az egy kis rendetlenség volt. Azért van ez ott van. Házban. Igen, és nagyon igaza van neki, és ezáltal is köszönöm a segítségét, mert addig, amíg dolgoztam, addig azt mondta, hogy jó, most elnézem, de most rakjál rendet. Robi, ez három könyv. Hány kötetre való van még ott a íróasztalodon? Hát az a helyzet, hogy a fejben már készül a negyedik kötet, és azt kell mondjam, hogy egy riportot már föl is vettem, mégpedig a csodálatos mérkőzésről, amely 86 márciusában volt Tatabányán, és a Brezinski doktor 10-esre játszott. Hát ugye olyan mérkőzésekről fogok írni, amelynek az lesz, mint a könyvnek az alcíme, az lesz, hogy 100 fontos meccs. Azt nem írhatom, hogy a 100 legfontosabb, fontos. Mert annyira nem ismerem, hogy most el tudjam a sok-sok ezer mérkőzésből pont a legfontosabbakat, de amit én láttam, amit én fontosnak tartok, arról szeretnék írni. No, ezért tartom én ezt fontosnak, hogy téged idézzelek, mert most ezt a Brezinskit mondtad, én valamikor emlékeztem rá, hogy a Rapim emellett ő is kapott 10-es, de meg nem tudtam volna mondani, igen. Mikor. Ugye, mert a Rapimra kapott egyszer, azt hiszem, az Újpest ellen, vagy nem is tudom. Igen, a Rapimra a Ferencváros ellen a Népstadionban, igen. 73-ban, és kérem szépen a Dárdai meg Újpest. Az Újpest ellen, igen. Ott is. Tehát három játékos. Robikám, nagyon megy az időnk, egyetlen egy dolgot hadd polemizáljak inkább, mint hogy kérdezzek. Szóval te azok közé tartozol, akik a könyvedre költesz, és hogyha sokáig gyártod ezeket a könyveket, akkor előbb-utóbb otthon lesz egy kis anyagi balhé, gondolom én, mert hogy nem profitálsz belőle. Tehát ezt abszolút hobbi szinten csinálod, és minél több könyvet gyártasz, annál többbe kerül ez neked. Jó, mondom én ezt? Hát ugye azt adná meg a jó Isten, hogy null szaldósra jöjjek ki. De nem tudsz, ugye, mert hát, költségek ugye, vannak, és mivel ez nem kereskedelmi forgalom, ezért gyakorlatilag kik kapják meg ezt, hogy hogyan lehet ez hozzá? Mert most én kaptam tőled aranyos vagy tisztelt példányokat, de hát ha valaki ezt meg akarná venni, vagy egyáltalán. Hát nagyon örülök neki, mert múltkor fölhívtak telefonon, és amikor érdeklődtem, hogy hogy jutottak a nyomomra, akkor azt mondták, hogy egyfelől internetre beütötték a nevemet, vagy a Hajrá Pécs elnevezést, nem tudom, de végül is utolértek, és hát most talán a pénteken adták át a Messzesi Általános Iskolát, felújítva gyönyörű szépen, és örülök neki, hogy ennek az iskolának a tanára lehettem. És az a helyzet, hogy ott szeretnék egy író-olvasó találkozót tartani a volt tanítványaimmal, a volt kollégáimmal, hát ez valószínű február második felében, mire én ezt meg tudom szervezni és egyáltalán. Akkor minket is meg fogsz odaívni. Természetesen örülök. Remélem, meg hát egy-két szereplőt is, a könyv szereplői. Igen, örülök neki, hogyha eljönnének a könyv szereplői, és legalább 100 messzesi egykori diákom van bent, és egykori kollégám, akik szerepelnek név szerint a könyvben, fényképekkel a könyvben, és magán a címlapon, a borítón is vannak messzesiek. Robi, nagyon sok könyvet kívánok neked, úgyhogy ne is tudjuk telerakni ezt a kis dobozt, jó? Hát én örülnék neki, ha így lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.